szépen tőle minden. Baksa József lánya, veje, édesapja és édesanyja nyugszik ebben a temetőben. Mindegyikük nyughelyét tönkretették a vandálok. A férfi nem érti ki és miért gyalázta meg a családja sírját. Szinte szóhoz sem jut a történtek miatt. Döbbenet. Egyszerűen az ember szavak nem jutnak az eszébe. Hát ilyet csinálni, kegyeletsértéstől kezdve az ég, meg a rongálás, meg minden, hát ez... A temető szinte egész hosszán végigmentek a barbárok. Összesen 21 fejfát döntöttek le, és 24 sírt tettek tönkre. Egy gyermek és a szülők emlékét őrizték ezek a fejfák, amelyek most vandálok áldozatává váltak. A rendőrségi feljelentést megtették, kérdés, hogy ez mennyire nyújt vigasztalást a hozzátartozóknak. A hozzátartozókat a városgondnokság értesítette a rongálásról. Az eset miatt a hozzátartozók és a sírkerteket gondozó cég is feljelentést tett a rendőrségen. Borzasztó. Rönkös József azt mondja, ilyen mértékű rongálásra ez idáig nem volt példa a város sírkertjeiben. A rendőrséggel a kapcsolatot felvettük, ismeretlen tettes, illetve tettesek ellen tettünk feljelentést, másrészt pedig a hozzátartozókat, aki rendelkezési joggal rendelkezik, értesítettük írásban a káreseményről. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a bűncselekményről, vagy vasárnap viradóra bármilyen gyanús körülményre lett figyelmes a hosszú temető közelében, az jelezze azt a 107-es vagy a 112-es segélyhívószámok bármelyikén. A hatóság a tanúk adatait bizalmasan kezeli.